Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok, ez pedig a Legend of Keepers folytatása. Akkor ezt nem mentette el, hát te mindenképpen menj pihire, igazából te is. A Furbog visszatérhet, meg a Mander. És ezek megy hét múlva szintén valahol javulnak. No. Kérdés, hogy melyiket akarjuk. Erősebb méreg az jó jön. Ő a frontharcosunk. Hát mondjuk 250 az kicsit drága, de hát ezzel előre költsünk el, amit tudunk. Eladhatunk lényeket, de ezt nem akarunk egyenlőre eladni. Csapdát még eladnék. Oké. Okay. 20%-kal több sebzés. És ez nem teljesen tiszta, hogy ez átalakul? Éhé. Mi lenne, ha nem alakítanád át? Van három emberünk, akit el tudunk küldeni? Nem igazán. Hát, meglátjuk. Inkább utazzunk. Mit kapunk? Plusz 5 ellenállás mindenre. Jól hangzik. 14-7. Ouch. És a legerősebb karakterünket kérni. 5-7 és gyógyul 2-t. Az se rossz. És kapunk egy 100 pénz. 8-7, 200 pénz, meg 3, meg 30 ilyen vér. De ő túl erős. Jó. Tudunk küldeni még egy embert. Öt hét. Gyógyulgat picit, az jól hangzik. Jól hangzik, ez milyen cucc. Random bónusz nem érdekel. Oké, akkor te mehetsz pihire. Mondjuk ezután nem tudom, hogy ki és hogy fog menni pihire. Lássuk a kalandozóinkat. Mert ugye lesznek sérültjeink, szoktak lenni. Ki vagy? Elég sok HP, és tűzre nem. Oké, tűzre érzékeny a bandánk. Meglátjuk.
Azt hiszem ezzel járok jobban. Mondjuk mindegy. No. Hát te vagy az erős. A másik kettő meg nagyjából mindegy. Meglátjuk, mire megy. Nem rossz, de egyébként egy kicsit... egy síkú. Ez remek. Elsőnek egy nagy méreg, vagy mindenkinek egy kis méreg? Mindenkinek egy kis méreg. Méregre se nagyon bírja. Ó, és ez mindenkit mérgez. Még annak nem örülök, hogy ilyen könnyen kiütötték a elsőt. Azért csak jön. Mindenkinek egy picit. Jó, nem jó. Olyan, amilyen. Ez a baj, hogy amilyen tömegesen jönnek. Na mindegy. Slark. A második csapatig viszont már úgy látom nem nagyon fognak eljutni. Öcs. Oké, okay. Második csapat az egyáltalán nem jutottak el. Tüzes területre ható tüzelementál. Nem rossz darab, nem rossz darab. Vagy simán zseton, simán zseton. Azért van a csapatunk. No, hát te mindenképpen pihire mész. Ezek meg majd meglátjuk, hogy hogy állunk, amikor ott állunk végre. Kereskedő, engineer, esemény. Kétszázért eladhatjuk, nem. Ez egy nem jó esemény. Jó. Ez meg még nagyobb méreg. Erősítjük a leadert. De ez nem nagyon izgat. Csinálhatunk egy új szörnyékét. Ha jól látom, nem is rossz, egy masszív tüzet kidob. Melyiket akarjuk ezért pihisztetni? Téged, meg ebből a kettőből melyiket, inkább őt. Akkor legyen egy gyengébb csapat. És akkor nem annyira gázos, hogy nem egy erős társaságunk van.
Issunk egy erős méreggel. Furbog. Ez nem egy erős csapat. Jó, nyilván. Azából mindegy. Pozíció. Ide meg ne jusson el senki. Értelemszerűen. Harminc, meg egy kis bleeding. Igen, a 30, és a bleedje van, akkor a furbognak van egy jó támadása rá. Morál az nem érdekel. Úgy látom, innen már nem nagyon lesznek túlélőim. Ez most mi a halál volt, hogy egyszer csak fölgyógyult full HP-ra? Mert az úgy nem annyira a vicc. Hogy... majdnem halottat full HP-ra gyógyított. Az úgy nem szimpi. És kiüti. Ezt megöli, és akkor tök mindegy, akkor nem is kell gondolkodni arról, hogy hogy állunk. Íh, masszív védelme van. Fagyra. Sajna. De mondjuk ez csak sérülést okozott. Úgyhogy elfogadhatóan megúsztuk, de... de szerettem volna ennél olcsóbban. Az is valami, vagy plusz 5. Hát egyik sem egy nagy program. Ez meg kimondottan nem. Mondjuk HP-ban nem rossz. HP-ban nem rossz. Legyen ő, és akkor legalább el tudjuk küldeni majd küldikre. Bandát. Jó. Furbog mindenképpen megy. Mandi elejére. Ipus ide. Hát van, vannak. Rából őt se érdemes. Hát valahogy így, azt hiszem. Mondjuk igazából őt nem érdemes, de... majd meglátjuk. Kis tréning. ...225 ér. Végre kap egy kis HP-t, meg erőt. Némi ellenállást. És akkor ennyi volt. Van egy erős lényünk. Ez nem érdekel. Wuhú! Nyertünk 300 petákot. Hm.
Lehetne egy új ember 2500 pénzért, egy pici drága. Ötszázért. Upgrade-elhetjük a hírót. Százért egy level 1-es. 300-ért eladtunk egy első szintűt, az úgy érzem belefér. Na, jobban járok, ha upgrade-elj, vagy pihentetjük. És akkor egy normál csapat befér. Az első csap emberkénti méregre jó. Szereti a mérget. Van ilyen random gyógyulás? Morált növeszt, az nem érdekel. Egyet dodge-ról hát legyen. Használjuk a jó bandát. Az, hogy aki az első csapatban van, az szerintem biztosan meghal mindig. Azzal az a gond. De hát ez van. Úgyhogy ők nagyon fogynak, pedig ők a leghasznosabbak. Hát ez van. Jó. Picit mindenkibe, és akkor kezdjük meg a mérgezősdit. Ups, egy lövés, egy halál. Not funny. A méregről... Mondjuk ez... Viszont kettőt sebez picit. Mondjuk a jégre viszont nagyon ellenálló. Úgyhogy annak nem örülök. Yikes! Hát nem is dolgoztak túl jót. Na mindegy, szedjük ki az egyiket. Lehetett volna sokkal szebb, jobb, tisztább. Üssük ki az elsőt. Akkor nem jön többet. A 3-1 az mindig jó. Harminc. De ez még legalább... méregre jó, páncélra jó. Ez mondjuk legalább felrak rá egy kis mérgezést. Sokat úgyse számít. Stunnoljuk hát, ha... az mindig jó. Remek. No. Upgrade-elhetjük. Ez jó kérdés, hogy melyik. Azt hiszem ezzel járok legjobban. Bár sokat nem számít, attól tartok. No. De majd meglátjuk, amikor ott tartunk.
Gyakorló. Furbog, HP, pajzs, páncél, mi egyéb jöhet? Ifusz, egy jó. Több HP, gyorsabb. Sose fog ártani. Unobusz. Kap egy új képességet, amivel a frontra támadhat. Százszázalékos esélyt találunk egy lényt. Upgrade-elhetünk egy trappet. Tíz hét viszont kiszabadít egy új lényt. Három hét és akkor jön egy új upgrade. Ja, ugye azt random upgrade-eli. Na, nem örülök. Na mindegy. Menjünk küldire. Mit kapunk? 20%-kal olcsóbb. Az végig is nem egy rossz csomag. Training. Stronger heroes are coming from faraway lands. In order to better combat this threat, we have increased the size of our dungeons. Okay. Mondjuk jó lenne tudni, hogy mit jelent. Még egy csapda kifér, vagy mit értsek a nagyobb méretű bandába. Ja, hogy veterán. Lássuk. Ó, van egy új szoba. Páncélra, ó, méregre nagyon nem jó. Növeli a védelmet. Dodge-ol. Hát akkor a pajzsot, kedvelőt azt megsegítjük. Nem tudom, mit csinál ez. Igyezem egy csal, vagy mérget, vagy valami ilyesmit rakunk ki, majd meglátjuk. Furgó. Ha csak nem kimondottan tűzre. Nem, tűzre eléggé gyengék, meg... Csak ez a középső a méregre teljesen immunis. Vagy közel teljesen immunis. Ez nyilvánvaló. Ez sehogy se lesz jó. Bár... Ide már nem nagyon jutnak el. Úgyse. Ha jól dolgozunk. Oké. 30 mindenkibe. És egy bleeding. Goblin horda, az morál. Vagy tűz és tűzéle. 30 plusz bleeding, az azt hiszem az a nyerőbb ötlet.
Bög-bög. Hát nem sokat csinált, maradjunk annyiba. Próbáljuk a hátsót likvidálni. Hatvan, így is. Mondjuk ez viszont tüzet is okoz rá. De ez meg majdnem megöl így a két effekttel együtt. Oké, nem a legjobb, de... Frenzy van rajta, bleeding, úgyhogy... Dolgozzon. Megúszta a nyavaja? Megúszta. Hát akkor... Ez most ennyi volt. Egyiket likvidáljuk. Még jobb lett volna, hogyha ebbe mehet, de hát így alakult. Hát csak eljutott az utolsó körig. Goblin trükk. Yikes! De szerencsére ezt a csapat megúszta. No. 20%-kal több arany. Mi ez? Nem is tudom. Csapdának számít? Vagy 200 arany? 200 arany és akkor nem kell bonyolultkodni. Doki! Mit csinál a Doki? Hát semmit. Alapvetően. Jó, neked nem kell. Neki kell gyógyulni, kell gyógyulni. Hát igazából azt hiszem már ennyi. Legközelebb innen folytatjuk. Jó pofa, de hát meglátjuk, hogy ebből hogy lesz érdekes. Már ennyi.